Megfelelően várakozást felülmúlt a magyar gazdaság tavalyi teljesítménye, a GDP 4,8%-os volt 2018-ban. Sajtóhírek szerint 17 évre emelnék a tankötelezettséget, a kormány szerint nincs így a végzettség megszerzése a cél. A Népszava szerint eltűnt Jávor Benedek feljelentése Elias Ripen, amelyben az állam mégsem kér uniós támogatást. És a szívműtétre készül M. Richard, akit a napokban engedtek ki a börtönből, azt mondja, egyszer ott is rosszul lett. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Török Réka. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. 4,8%-kal nőtt a GDP tavaly az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. Ez a növekedés minden korábbi várakozást felülmúlt a beszámolók szerint. A kormány és a jegybank is alacsonyabb növekedéssel számolt. A gazdaság teljesítménye az utolsó negyed évben 5%-os, naptár hatással kiigazítva 4,8%-os volt. Ilyen utolsó negyedéves adatra 14 éve nem volt példa. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint a GDP növekedéshez valamennyi nemzetgazdaságiág hozzájárult. Az elemzők is alacsonyabb növekedést prognosztizáltak. Nem tervezi a tankötelezettség emelését a kormány, ezt közölte a szaktárca. A Népszava írt arról, hogy 17 évre emelni a tankötelezettség korhatárát az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A lap szerint ezzel a kormány gyakorlatilag elismeri, hogy hiba volt 16 évre csökkenteni a korhatárt. A minisztériumnak készült tanulmány szerint az egyik legnagyobb probléma az általános iskola végén a kompetenciahiány, valamint a lemorzsolódás. Ezért javasolják a tankötelezettség emelését, vagyis a részszakképesítés megszerzését. Nem sokkal ezelőtt a szaktárca közleményt küldött. Abban azt írják, hogy nincs tervben a korhatár emelése. A tervezett célja, hogy minden fiatal szakképzettséggel lépjen ki az iskolarendszerből. Holnap egyeztet az MTA elnöke és Palkovics László vezette minisztérium az akadémiai kutatóintézetek jövőjével kapcsolatban, tudta meg a Népszava. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke szerint a kormánynak sem érdeke, hogy leálljanak a kutatóintézetek és szétszéledjenek az ott dolgozó munkatársak. Lovász László híradónknak azt mondta, kevésbé tartja valószínűnek, de az is lehetséges, hogy végül nem jutnak dűlőre a kormánnyal. Így tiltakoztak, majd élőlánccal zárták körbe az akadémia épületét kedden tudósok, kutatók, diákok és civilek. A tüntetés idején már ülésezett az MTA elnöksége, estére meg is született a döntés. Palkovics László minisztertől kérik az akadémiai kutatóhelyek törvényben garantált finanszírozását, illetve lehetővé teszik a kutatóintézeteknek, hogy elinduljanak a Palkovics féle pályázati rendszerben, de csak ha a miniszter írásos garanciát ad, hogy megkapják a pénzüket. A Startban Plé Csaba akadémikus arról beszélt, a legnagyobb konfliktus az, hogyan működik a jövőben az akadémia. Ahhoz, hogy versenyezni tudjanak egymással a tudományos műhelyek, ahhoz a műhelyeknek, mint műhelyeknek egyáltalán létezniük kell. És az infrastruktúra és a fenntartás költségeinek befagyasztása, visszatartása és így tovább azt eredményezi, hogy lehetetlen lesz versenyezniük. Tehát ez egy abszurd helyzetet teremt. Az akadémia elnöke az ATV híradónak arról beszélt, még most sem tudja pontosan, hogy van-e reális lehetőség arra, hogy megegyezzenek a kormánnyal. Lovász László szerint csak az az elfogadható, ha megmarad a kutatás szabadsága. Senkinek nem lehet érdeke, kormánynak se, hogy a kutatóintézetek bezárjanak, leálljanak, a kutatók szétszéledjenek. Ezzel az opcióval nem is számol? Hát természetesen számolok, de más megoldás nincs, mint hogy a kutatóintézeteket valamilyen formában az állam finanszírozza. Az ellenzéki pártok szerint a kormánynak hagynia kellene dolgozni a kutatókat. Valaki találóan fogalmazta meg, hogy az egyik legnagyobb magyar hozta létre ezt a tudományos akadémiát. Én akkor nekem egy fordulója volt, megemlékeztem róla a parlamentben is, és hát talán az egyik legkisebb magyar fogja megszüntetni. A miniszter az esküjét megtagadva szembeköpte a tudósokat, és lényegében megalázva őket igyekszik teljesen elfoglalni ezt a területet. Palkovics László minisztériuma azt írta az akadémia elnökségének döntéséről, üdvözöljük az akadémia elnökségének tárgyalási szándékát, amelyre még a héten sor kerül majd.
Közben név nélkül több tudós is azt nyilatkozta az ATV.hu-nak, hogy már sokan arra készülnek, hogy elhagyják az országot, sőt olyanok is vannak, akik már a költözés mellett döntöttek. Ugyanakkor vannak olyanok is, akik bíznak abban, hogy meg lesz a kompromisszumos megoldás az akadémia és a minisztérium között. Elmondásuk szerint azonban már a jelenlegi bizonytalan helyzet is a teljesítmény csökkenéséhez vezethet. Ettől függetlenül a végsőkig kitartanak, de ahogy fogalmaztak, ez nem jelenti azt, hogy ne lenne B vagy C tervük a kutatóknak. A családvédelmi akcióterv 7 pontjának szabályozása a legfontosabb feladata a kormánynak. Ezt Orbán Viktor közölte a Fidesz képviselőivel a kihelyezett frakcióülésen, tudta meg a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy a miniszterelnök szerint júliustól minden programot el akarnak indítani, kivéve a 4 gyerekes anyák adómentességét. Az adótörvényeket ugyanis évközben nem módosíthatják, így ez a program 2020-tól indulhat. Orbán Viktor emellett beszélt az európai parlamenti választásról is, ami szerinte a migrációról szól majd. A miniszterelnök úgy látja, hogy ha az európai parlamentnek bevándorláspárti többsége lesz, akkor újraindítják a bevándorlók tömeges behozatalát. Júliustól már igényelhető a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye. A legalább 3 gyerekes családok 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak. Az egyik gépjármű kereskedő szövetség azt mondta híradónknak, eddig egy sok gyereket nevelő család nem tehette meg, hogy ilyen autót vásároljon. Így a szakemberek szerint átalakulhat az autópiac. Július 1-től ebben az autószalonban is gyakori vendégek lehetnek a nagycsaládosok, ugyanis a hétvégén bejelentett családvédelmi akcióterv egyik eleme a sok gyerekes családok autóvásárlási támogatása. Elindítjuk a nagycsaládosok autóvásárlási programját. A legalább 3 gyermeket nevelő családoknak a legalább 7 személyes új autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást adunk. A feltétel legalább 3 gyermek, akik után a szülők családi pótlékra jogosultak. A gyermekszámba a felsőoktatási tanulmányokat végzők is beszámítanak. A 2,5 millió forintot vissza nem térítendő támogatásként kapják a családok, de legfeljebb a vételár 50%-át vállalja át a kormány. Az állami támogatást nem utólag térítik vissza, hanem már ennyivel kevesebbet kell kifizetni a kereskedésben. A gépjármű márka kereskedők országos szövetsége szerint az ilyen típusú autók az utóbbi években nem voltak népszerűek. Az idős öreg használt autókat vették nagyobb részt a nagycsaládosok. Ez nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy korszerű, alacsony fogyasztású és komoly biztonsági elemekkel felszerelt járművekhez jussanak hozzá. Az egyik legolcsóbb 7 személyes modell 3,8 millió forint. A következő típus már csak nem 4,5 és 5 millió forintba kerül, de a legtöbb 7 személyes jármű ára 7-8 millió forinttól indul, alapfelszereléssel. Az új autópiac az jóval kisebb. A szakújságíró szerint a támogatás miatt biztosan átrendeződik a piac, de sok függ az állami segítség feltételeitől. Nem tudom, hogy lesz-e valamilyen jövedelmi korlát ebben a kedvezmény csomagban, amely fölött nem jár majd ez a lehetőség. És az egy fontos kérdés, és szerintem erre még nem született hivatalos érvényes válasz, hogy miért kell egy 3 gyerekes családnak 7 üléses autó? A szaktárca írásban reagált megkeresésünkre. Azt írták, az intézkedés célja, hogy a 3 és több gyermekes családoknak az autó mérete ne lehessen akadálya egy újabb gyermek vállalásának. A részleteket tartalmazó kormányrendeletet még most dolgozzák ki. Orbán Viktor szerint azért van szükség az Egyesült Államokkal kötött fegyverbeszerzési megállapodásra, hogy Magyarországnak jelentős katonai ütőereje legyen, így bármilyen irányból érkező támadás saját erejéből ki tud védeni. A miniszterelnök ezt a Figyelőnek nyilatkozta. Szerinte azért is van szükség, mert bár fontosnak tartja a NATO-t, de nem gondolja, hogy Magyarország katonai biztonságát a NATO-ra lehet alapozni. Hozzátette, fontos az orosz-magyar viszony, de a kormánynak most a katonai biztonság az első. Már a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságon van az MTVA székházban történtek ügye, számolt be róla az Index. Az ellenzéki képviselők közül eddig összesen 13-an nyújtottak be a szólásszabadsághoz fűződő emberi jogaik megsértése miatti keresetet.
A politikusokat képviselő Karsai Dániel szerint a bíróságon nagyon gyorsan regisztrálták a panaszokat, ami szerinte azt jelenteti, hogy a testület megfontolásra alkalmasnak tartja az ügyet. Ez az eljárás független a hazai eljárásoktól. Itthon egyébként a központi nyomozó főügyészség elutasította a képviselők beadványát. Velük szemben azonban az MTVA feljelentése szerint elindították a nyomozást. A képviselők december közepén mentek be az MTVA székházába, hogy követeléseiket beolvassák, de a fegyveres biztonsági őrök szó szerint kidobták őket. Nyoma veszett egy, az Eliosz üggyel kapcsolatos feljelentésnek, tudta meg a Népszava. Jávor Benedek iratait nem találják az ügyészségen. Közben a kormány elismerte, hogy nem kérnek pénzt azokra a beruházásokra, amelyekben az Eliosz végzett közvilágítási korszerűsítést. Az ügyben korábban OLAF vizsgálat is indult, de az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint a mostani döntésnek nincs köze az Unió csalás elleni hivatalának vizsgálatához. Mint mondták, bevett gyakorlat, hogy egy ország több projektet finanszíroz meg előre, mint amennyit az Unió támogat, mert vannak olyan beruházások, amelyeket utólag vitat az Európai Bizottság. Bár a közlekedési dolgozók szakszervezetének hírleveléből az derül ki, hogy csúszhat a 3-as metró felújításának márciusra tervezett határideje, a BKV most cáfolta ezt az értesülést. A szakszervezetet azt írta, hogy mivel elmaradások vannak a munkában, így előfordulhatnak csúszások a céldátumokban. A BKV szerint az érdekvédelmi képviseletek nem kompetensek szakmai kérdésekben a nyilvánosság előtt állást foglalni. Hozzátették, a kivitelező biztosította a BKV ZRT-t a szerződés szerinti határidőre történő befejezésről. Szemét, piszok, szétlocsolt italok és emberi testváladékok szennyezik rendszeresen a főváros forgalmasabb útvonalain közlekedő villamosokat a járművezetők szerint, akik főleg a közterületekről kitiltott hajléktalanokat és az éjszakai bulizókat látják a problémák mögött. A közlekedő tömegegyesület szerint egy bécsi mintára létrehozott biztonsági szolgálatra és alaposabb járműtakarításra lenne szükség. Fényes nappal a villamospadlóján fekvő részegutasról, az ülések között csordogáló, kiömlött vörösborról, vagy éppen az utastársakat szórakoztató ittas emberekről készült amatőr felvételek tucatjai találhatóak a videó megosztó oldalakon. Ezeket a fotókat pedig villamosvezetők készítették arról, milyen állapotokkal találkoznak a járműveken, amelyekkel ilyenkor a higiénés szabályok miatt nem is közlekedhetnek tovább. Sajnos ez több fordulóra ilyenkor kiesik ez a villamos, mert ugye be kell vinni a kocsi színbe, takarítatni, lefertőtleníteni, ilyesmi. Hát volt olyan, hogy egy forgalmi kocsi volt olyan, hogy többször be kellett állnia, mert egy nap többször összeszennyezték. A szakszervezet képviselője azt mondja, a járművezetők gyakorlatilag tehetetlenek, legfeljebb felszólíthatják az utast a leszállásra. Nagy Ferenc szerint ez azonban csak fél megoldás, hiszen a leszállított utas jó eséllyel a következő szerelvényen folytatja, amit elkezdett, a többi utazó bosszúságára. Nem a hajléktalanokkal van nekem legalábbis problémám, hanem azzal, hogy azért csak megveszem 10 000 forintért a bérletemet, és vannak rajta emberek, ezek a flakonok, nem tudom milyen poros flakonok, közben verekednek, gusztustalanul beszélnek, szerintem ezért a BKV-nak kellene tennie. A villamosra felszálló csoport ezután meg is mutatja stábunknak, mit találnak azonnal a felszállás után. A közlekedő tömegegyesület szerint az is probléma, hogy a BKK nem ellenőrzi elég szigorúan a szerződéses partnereit, amelyek a fotók tanúsága szerint sokszor kezelik nagyvonalúan a tisztaság kérdését. Berla Jakab azt mondja, a járművek alaposabb takarítására és erősebb számon kérésre lenne szükség. Emellett szükség van biztonsági személyzetre is, akik amellett, hogy az utasok testi épségére vigyáznak, vigyázhatnak a járművek tisztaságára is. Bécsben 330 fős biztonsági személyzet járja a közösségi közlekedési járműveit. A BKK hosszú válaszlevele szerint az intézkedési joggal is bíró közterületfelügyelők rendszeresen tartanak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket a járműveken, de állandó jelenlétre nincs kapacitás. A közlekedési cég szerint a járműveket a napi tisztításokon kívül hetente és havonta alaposan is kitakarítják. Szívműtétje miatt kiengedték a börtönből M. Richárdot, a Dózsa György úti baleset elsőrendű vádlottját. A 42 éves férfit vele született szívbillentyű rendellenessége miatt heteken belül meg kell műteni.
Híradónknak elmondta, folyamatosan romlik az állapota, egyszer a börtönben is rosszul lett és kórházba kellett vinni. Hétfőn engedték ki a börtönből Emri Hárdot, a Dózsa György úti halálos baleset elsőrendű vádlottját. Ügyvédjével együtt hónapok óta kérték a letartóztatás megszüntetését, mert vele született szívbetegsége miatt egyre rosszabbul van. Ez egy elkerülhetetlen ütés volt szinte, mert műtétre várok. A műtétet nem tudják máshol elvégezni, csak a Városmajori Szívklinikán, ahol kezeltek eddig is. Ott van ilyen speciális intézmény, aki ezt a szív illetjű beütetést el tudja végezni, illetve a rehabilitációt a Rókus kórházba fogják végezni, ezt sem tudják elvégezni a börtön körülmények között. A baleset 2017 májusában történt. Egy a Dózsa-György úton közlekedő Citroen szabálytalanul akart balra kanyarodni, a vele szemben 130-al érkező Mercedes vezetője pedig nem vette észre a manőverező autót. Az ütközés erejétől mindkét autó egy buszmegállóba csapódott, ahol három gyalogost elütöttek. A Citroen egyik utasa a helyszínen, a másik még aznap a kórházban meghalt. Emriárt híradónknak is elismerte, hogy gyorsan hajtott és jogosítvány nélkül vezetett. A vádirat szinte minden pontjával egyetért, csak egyetlen szakértői kérdésben nem egyeznek az álláspontok. Én vállalom a felelősséget mindenben. Tudom nagyon jól, hogy védkeztem azzal kapcsolatban, hogy gyorsan mentem, és ezáltal nem tudtam elkerülni a balesetet, amit a másik elém vágó autós okozott. A bíróság szakértői vizsgálat után szüntette meg most a férfi letartóztatását, és a legenyhébb kényszerintézkedést, bűnügyi felügyeletet rendelt el. A betegsége miatt nem kell nyomkövetőt sem hordania, és Budapesten és Pest megye területén szabadon mozoghat. Igazságügyi orvos szakértői vizsgálatát rendelt el a bíróság a vádlottnak. Ebből kiderült, hogy ez a műtéti beavatkozás valóban sürgős és halaszthatatlan. Megkereste a BV országos parancsnokságát, miszerint a BV kórházban nem lehet ezt a műtétet elvégezni, ezért kellett így döntenie. Ha Magyarországon egy rab komolyabb egészségügyi ellátásra szorul, akkor a tököli rabkórházba viszik. Itt több száz műtétet végeznek évente, speciális beavatkozásokat azonban nem tudnak vállalni. A büntetésvégrehajtás központi kórházában egyébként éves szinten 4-500 közé tehető a beavatkozások műtétek száma. Ilyen például vakbélműtétet végzünk, lepehólyag eltávolítás, kicsit bonyolultabb a jóindulatú daganat eltávolítás és végtag amputációt is végeznek a szakemberek a kórházban. Az Emri Hárdéhoz hasonló speciális beavatkozások miatt tavaly 130 fogvatartottat engedtek ki külső kórházakba. 16-13, illetve 10 év fegyházbüntetésre ítelte a miskolci törvényszék azt a három férfit, akik 2017. szeptemberében agyonvertek egy 81 éves asszonyt. Az áldozat korábban a faluban több embernek is említette, hogy komolyabb összeget vesz ki a takarékból, mert megegyezett egy sírkövessel. Ez az információ jutott el a szomszéd faluban lakó gyilkosokhoz, akik éjjel mentek be a házba, hogy megkeressék a pénzt. A zajra felébredt az idős nő, akit úgy megvertek, hogy pár nap múlva a kórházban meghalt. A rablógyilkosok végül egy tévével és ékszerekkel távoztak a lakásból. Fellélegezhettek a lakók azokon a településeken, amelyeknek a levegő minősége az elmúlt hetekben már a smogriadó elrendelésének határértékét közelítette. Leginkább az északi és keleti ország részeken volt már sokszor elviselhetetlen a szállópor mennyisége, amit az elmúlt napok viharos szele szó szerint kisöpört onnan is, ahol eddig megszorult a szennyező levegő. Egy hónapja készítettük ezeket a felvételeket Salgótarjánban, amikor már a levegőt veszélyesnek minősítették a szállópor mennyisége miatt. Akkor a krónikus betegek, gyerekek már egyre többen panaszkodtak. Borzalmasan rossz a levegő, fulladok, mivel hogy a szívemmel is probléma van, így nagyon észreveszem a szmogot. Úgyhogy Nógrád megyébe és főleg Tarjánba nagyon rossz. Az elmúlt napok viharos szere sokat javított most már a szennyezett levegőjű városok levegőjén is. Salgótarján egy völgyváros, így szokták nevezni, ezért valószínűleg emiatt ül meg itt ilyenkor, és nem tud kiszakadni innen és kiszabadulni a szennyezett levegő. Sokan mondják azt is, hogy a különböző fűtési technológiák is befolyásolják Salgótarjának és környékének a levegőszennyezettségét. Az utcán is többen vannak köztük, olyanok is, akik hosszabb időre nem merészkedtek ki a lakásaikból. Ki lehet jönni sétálni ilyenkor, jobban el tud az ember ilyenkor járkalni, mint abban a rossz időben. Mert mikor jön ez a hideg idő, meg ez a változó szeles idő, olyankor az embernek a lábai
és rengetegen panaszkodnak. A levegőn szinte szabad szemmel is látszik, hogy sokkal tisztább, mint pár nappal korábban. A szél azonban elállt, így ha újra hideg lesz és jobban rákapcsolnak a kályhák, akkor várhatóan ismét romlik majd a levegő minősége az érintett településeken. 500 millió forintot kér az önkormányzattól a Balmazújvárosi Fociklub. A város eddig ennek a tizedét fizette nekik, de mivel kiesett a csapat az élvonalból, kevesebb a szponzor és a TAO támogatás is. Az egyesületnél abban bíztak, hogy a városi költségvetésből pótolják a hiányt, de erre ott nincs pénz. A korábbi 50 millió forintos támogatást megtízszerezve kér 500 millió forintnyi összeget a működésére a Balmazújvárosi futballcsapatot működtető önkormányzati vállalkozás. A csapat tavaly esett ki az NB1-ből, hiába kapott fűthető geppel kialakított stadiont, most a várostól várják a segítséget. A legfontosabb az, hogy a Sport Kft., ha működni akar ilyen szinten, és a profi csapatot így működtetni, akkor legalább NB2 szinten nekünk ezt a költségvetést kellett, illetve üzleti tervet benyújtani. Az önkormányzat ellenzéki tagjai szerint annyi pénzt kér a csapat, amiben a város belerokkan, ha kifizeti. Hát különböző pénzösszegektől elestek, a TAO támogatások megfogyatkoztak, és ez a több mint 500 millió forintos összeg, ez a működésükhöz, illetve a bérek kifizetéséhez kellene számukra. A város ellenzéki polgármestere azt mondja, hogy ők a Balmazújvárosi Sportegyesületek működtetésére elkülönítettek 30 millió forintot erre az évre, ennek sokszorosát kérnék a focisták. Szerinte a kieső reklámokból vagy éppen a játékosok eladásából származó bevételeit akarja a Kft. A várostól megkapni. Ezeket eddig más forrásból oldotta meg a Kft., de most úgy látszik, hogy vagy a támogatók vonultak ki valóságban a Kft. Mögül, vagy nem is voltak ilyen szinten támogatók, és csak a reklámbevételre, illetve az MLS támogatásokra volt a költségvetés kihegyezve. A város iparőzési adóbevételével nagyjából megegyező összeget az önkormányzat nem szavazta meg, hanem azt kérték a Sport Kft-től, hogy a következő márciusi ülésre egy módosított üzleti tervet készítsen. Ma szép tavaszias idő van, de hogy ez így marad-e vagy sem, azt megtudhatjuk Gál Noémitől. Szervusz, milyen időre számíthatunk? Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! Eseménytelen a hétvégéig tovább enyhülő időjárásra készülhetünk, de egyébként már ma délután is helyenként mutathatnak a hőmérők 10 fok körüli maximumokat. Általában 4 és 11 fok között váltakozik a csúcsérték. Emellett még változó lesz a felhőzet, bár a délutáni órákban egyre kevesebb felhő lesz az égen. Az északkeleti megyékben gyenge eső, zápor előfordulhat, viszont az ország nagy részén több-kevesebb napsütésben is lesz részünk. A Dunántúlon még megélénkül helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél, aztán a következő napokban mérsékelt légmozgás mellett csendes, koratavaszias jellegű időjárásra számíthatunk, a hétvégén akár több órás napsütés is lehet, de azért a reggeli órákban továbbra is képződik párásság, illetve köd. Szép, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, viszontlátásra! A híradó után pedig kezdődik a fórum Szlazsánszky Ferenccel. Szia Feri, téma van bőven, miket választottál? Szervusz, így van, téma van bőven. Mielőtt mondanám, hadd erősítsem meg Noémit, az előbb sétáltam egy rövidet Kőbányán, és tényleg tavaszi és az idő, 10 fok fölötti a hőmérséklet. Több-kevesebb felhő van felettünk, süt a nap, egy picit a szél erős, ha ezt valaki el tudná intézni, hogy ne legyen erős. Nekem már nem volna problémám. Szóval a témák reggelről mégsem emelik a tankötelezettség korhatárát. Annyiban reggeli ez a téma, hogy reggel még úgy szólt, hogy emelik, de a minisztérium küldött egy sajtóközleményt, hogy nem emelik, maradt 16 éves kor. A tankötelezettség korhatára 16 éven, ezek szerint bevált a rendszer, mások szerint meg nem. A másik téma, a Mazsihisz megköszönte, hogy Karácsony Gergely bocsánatot kért, amiért egy szerencsétlen nyilatkozatban megvédett egy náci gesztust korábban, most tehát ez a helyzet rendeződött. A harmadik téma, Orbán Viktor arról beszélt állítólag a kihelyezett frakciülésen, mármint a Fideszén, hogy az európai parlamenti választás tétje a migráció, ez nem nagy meglepetés, úgy tűnik ezt a tematikát fogja tolni a kormánypárt májusig, szóval ezek a témák. Feri, köszönjük szépen! És önöknek is köszönöm a figyelmet, legközelebb 17:30-kor jelentkezünk majd friss hírekkel, addig is maradjanak itt az ATV-n, viszontlátásra, szép napot!